Megújult vezetés, új ötletek, minőségi csapatmunka és megvalósult tervek. Talán így is jellemezhetnénk a Kisvárdai Szakképzési Centrum Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképzőiskolájában folyó munkát. Az iskola igyekszik nem csak külsőben megújulni, hanem az oktatás terén is követni az irányvonalakat, melyet új szakmák bevonásával is próbálnak elérni. A minőségi szakképzés kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy az emberek elsajátíthassák a társadalmi, gazdasági szintű kihívások leküzdéséhez szükséges készségeket, és sikeresen boldoguljanak személyes és szakmai életüket illetően. A diákok a gazdaság igényeit tükröző követelmények alapján sajátíthatnak el korszerű szakmai ismereteket. A szakképzőiskolában 3 év alatt kitanulható egy biztos elhelyezkedést és egy tisztességes bérezést ígérő szakma. 2024. októberében a Móricz vezetése éppen ezért döntött úgy, hogy nyitott kapuk elnevezéssel pályaorientációs napot szervez. A környező általános iskolák 7-es és 8-os tanulóit hívják meg, hogy betekintést nyerjenek az iskolába folyó képzésekbe, ezáltal is segítve a tudatos pályaválasztást. A Fehérgyarmati Móricz Zsigmond szakképző iskolában hagyományoknak megfelelően elkezdtük nyílt nap, nyílt heti programjainkat, azzal együtt, hogy mindig igyekszünk valami újat csinálni. Tavalyhoz képest annyi újdonság van ezekben a programokban, hogy a tanműhely, a tankonyha és egyéb más helységek megnyílnak a tanulók előtt. Nagy szervezéssel jártuk az általános iskolákat, megbeszéltük az általános iskolák igazgatójával, hogyha megtehetik, akkor a tanulóikat hozzá kell hozzánk egy pár órára, ahol most nem csak szét tudnak nézni, hanem több helyszínen tudnak gyakorolni is. Azt gondoljuk, hogy a tanulóknak látniuk kell, hogy milyen munka folyik az iskolába, szakmát választani fognak, illetve a szüleikkel együtt, és érdekességként hadd tudják elmondani, hogy ők mit tanultak, mit láttak, vagy mit szeretnének csinálni. Azt gondolom, hogy még azért 13 évesen, 14 évesen szakmát választani nagyon nehéz. De meg kell tenni, mert jön a beiratkozás ideje, jön a szakmaválasztás ideje, a pályaválasztás ideje, és valamikor el kell kezdeni. Nekünk nagyon fontos, minél több tanuló jöjjön iskolánkba. Nem kívánunk erőszakkal tanulókat szerezni, mert nem lehet, de azt is tudjuk, hogy a demográfiai hullám még sújt bennünket. Fehérgyarmaton is ugye több iskola van, és meg kell küzdeni a tanulókért. Mi azt gondolom, hogy ezt tisztességes utat válasszuk, bemutatjuk az iskolát, megpróbálunk jó iskolát csinálni, és úgy érzem, hogy ha jó iskolát csinálunk, akkor lesznek tanulók, tanáraink képzettek, tanáraink tudják vállalni az oktatás magas színvonalát és a szakmai oktatást. A nyílt nap egy rövid tájékoztatóval kezdődött. Majd a gyerekek csoportokba szerveződve látogatták meg a különböző tanműhelyeket. A tankonyhán megismerhették a palacsinta készítés részleteit, majd lépésről lépésre készíthettek sajtos pogácsát, melyet a végén jó ízűen el is fogyaszthattak. A kereskedelmi értékesítő oktatók megmutatták a termékek csomagolásainak voltéjait, megismerhették a ruhák jelzéseit, piktogramjainak jelentését. Szalámit szeletelhettek és mérték meg annak súlyát. A pincér vendégtéri szakemberképzés bemutatóján kétfajta koktél elkészítésének folyamatával ismerkedhettek meg, sőt, el is készíthették azt saját kezüleg. Egy átlagos asztal megterítésének is vannak szabályai és követelményei. Ezeket is megismerhették az érdeklődő gyerekek, és természetesen ők is megteríthettek egy asztalt. Tanműhelyekben a 3D-s nyomtató, valamint a lézergravírozó is nagy sikert aratott, de az asztalos műhelyben gyalulhattak, a heggesztő műhelyben pedig kipróbálhatták a heggesztő szimulátort. A gombot megnyomni, és nyomtam. Picit piros nyilat mutatják, hogy neked milyen, hogy meg kell dönteni egy picit a piszkót. A kőműves tanműhelyben megtekinthették a kémiai rakás műveletét, valamint a villanyszerelők mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. Megismerhették a mozgásérzékelő áramkört és az alkonyat kapcsoló működését. Az iskola jelenlegi szakmai kínálata az úgynevezett alapszakmákból tevődik össze, de itt is vannak a jövőbe mutató tervei az intézmény vezetésének. A jövő tanévben szeretnék az egészségügyi ágazatban is elindítani képzésüket. Jelenleg a szakmai kínálatunk ugye úgynevezett alapszakmákból áll, de igyekszünk mindig változtatni. Ugye bevezettük a villanyszerelő szakmát, népszerű,
még felnőtt oktatásban is. Most a 25-ös, 26-os tanévben a tanulók például az egészségügyi ágazatból is választhatnak szakmát, ami azt jelenti, hogy alapápolási munkatárs szakmára jelentkeznek. Nem titok, hogy itt a lányokat szeretnénk megcélozni, hogy nekik is tudjunk kínálni szakmát. Nagy az érdeklődés, nagyon remélem, hogy nem lesz probléma az osztály összehozásával. Amennyiben olyan színvonalú vagy szintű képzést tudunk biztosítani, akkor ennek meg fogjuk valósítani a technikusi változatát is, ami azt gondolom, hogy az a környék egészségügyi ellátására is hasznára lesz. Kísérletik éppen Tarpán megpróbáljuk elindítani a karosszéria lakatos szakmát. Van rá jelenkező, hogy nagyon szép számmal. Én azt gondolom, hogy ez is a szakmát bővíteni, a szakmai kínálatot bővíteni fogja. Illetve minden olyan szakmát fel tudunk vállalni, amit egyébként az iskolánk oktathat. Meg kell kérni az engedélyt, és én azt gondolom, hogy semminek nincs akadálya. Még szeretném bejelenteni, hogy a mai naptól él a Fehérgyarmat és térsége szakképzéséért alapítvány, amit hamarosan fogunk népszerűsíteni, és várjuk rá a vállalkozói támogatását, felajánlásait. A nyílt napról elmondhatjuk, hogy a gyerekek élvezték a szakmai dolgokba való betekintést, az interaktív tapasztalatszerzést, és talán sikerült a pályaválasztással kapcsolatosan több információhoz jutniuk. Minden esetre a gyerekek lelkesedését látva jó ötletnek bizonyult a nyitott kapu elnevezésű pályaorientációs nap.